Sziasztok, itt Necrokrim vagyok, jön az 1v1 technikáknak a következő része, már a negyediknél járunk. Aki nem látta az előző részeket, javaslom elmenni, ugye a bevezetőben elmondom, hogy mit várhattok ettől a sorozattól. Az első részben beszéltem arról, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy egyáltalán az ember az 1v1-ezésre adja a fejét, továbbá a kivárásos játék technikáról. A második részben beszéltünk ugye a alkalmazkodási képességről és a gyors alkalmazkodási képesség fontosságáról, továbbá különböző pályatechnikákról és mozgási útvonalakról. Ebben a részben pedig fogunk beszélni a nem kifizetődő technikáról. Call of Duty Advanced Warfare egy olyan játék, ami szép, ami látványos és megkíván egy bizonyos játékstílust. Több játékot játszottunk itt is klavival, és hát többen. Hát kettőt játszottunk klavival, nem láthatjátok mind a kettőt, amúgy kikaptam mind a kettőben. És akkor jutott eszembe, miközben ezt a második részt játszottuk, hogy baszki, és belementem a hülyeségbe. És egyvégezés közben van egy technika, ami nem kifizetődő, ami nem arra fog vezetni, hogy nyerjél. Lényeges kiemelni, megint csak ugye mondtam az első részben, mondtam, hogy kettőnél több játékot ne játszunk, ez nekünk már a negyedik, hatodik játék összesen, és lényegesen fáradtabb voltam én is, és hát klavi nem tűnt annak. Szóval kettőnél több játékot ne játszunk, tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan része, és mert gyakorlatilag, ha kettőnél többet játsz, ugye vesztesz a koncentráció képességedről. Na de mégis mi az a nem kifizetődő technika, és azt pedig itt láthatjátok, ez. Egyrészt ugye nagyon-nagyon fontos Call of Duty-ban, ha kompetitíven megyünk, az, hogy ugye oda nem viszel perkeket, tehát a lépteit hallatszodnak, és akkor nem szabad rásolnod ilyen szinten, ahogy én csinálom itt. Mert akkor lényegesen kikapsz. Tehát itt már a klavis pörgött, mint az őrület, mert valahogy ez egy ilyen kód, ami a Call of Duty Warfare, ami megkívánja. Nem csak ez ilyen kód, mindenhol lehet ilyen szinten rásolni. De ugye ez egy ilyen kód, ahol ami megkívánja azt, hogy ennyire rásolj, hogy így pörögjél, hogy kihasználd az exo ability-t, hogy az exo képességedet ugye kihasználd, pedig nem szabadna. Ezt a kódot is lehet ésszel játszani, és lehetne úgy játszani, hogy kivárás, mert a pályaszerkezetek elevetően olyanok, hogy megengedik azt, hogy egy trükkösebb játékmenetet csinálj. A klavit hagytam, hogy olyan pályát választom, amit szeret, és természetesen egy olyan pályát is választott, ahol a gyakorlatilag nem sok esélye van az embernek agyon taktikázni magát. Viszont akkor is nem szabad túlrásolnod. Egyrészt azért, hogy az ember ne hallja a lépteidet, szóval ahol tudsz, ott le kell googolni, és úgy kell menni, ugye ez egy fontos szempont a kódban, tehát googolás és úgy menés. Viszont tudjuk, hogy bizonyos ugrásoknál, bizonyos lépéseknél nincs hangja a játéknak. Tehát úgy ugrasz, tehát vannak különböző jumpok például a kód 4-ben, hogy úgy ugrasz, hogy egyáltalán nincs hangod. Vagy azok a bizonyos első lépések nem fognak hallatszódni, és mindig csak egy-két lépést teszel meg gyorsabban. Szóval ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy már is a te előnyödre fordítsd a játékot, de ha azt a játékot játszod, amit én itt, akkor nagyon csúnyán fogsz kikapni. Ám csábító, tudom, hogy az, hogy csábító játszani ezt a játékot, mert látványos killeket hoz a konyhára, mert nagyon szép killeket hoz a konyhára, és hogyha sikerül előnyt is szerezned, addig a bizonyos percig, az ellenfeledet akár meg is ijesztheted azzal, hogy hú, de milyen agresszív játékos vagy, és milyen jól célzol, és az ellenfeled gyorsan vált technikát, akkor azt a meccset gyakorlatilag ott helyben elveszíted, és nem lesz esélye játszani. Ha tudod, hogy az ellenfeled egy olyan srác, mint a klavi, aki agilisebb, gyorsabban pörög, jobban céloz, mint te, akkor
És ezt csinálja, amit ő csinált velem gyakorlatilag itt, hogy rám kényszerítette az ő játékát, és azzal én már is vesztettem. Rám kényszerítette azt, hogy én is rásoljak, hogy meggondolatlanul játszak, mert én ha rásolok, akkor úgy rásolok, hogy reflexre játszom. És ha bár jók a reflexeim, de masszívan mellé lövök, az viszont eléggé nagy baj. És Klavi nagyon ügyesen csinálta ebbe a játékban, felvette a saját tempóját, és nem engedte, hogy én fölvegyem a saját tempómat. A pálya méretből adódóan sem engedte, hogy én felvegyem a saját tempómat. Szóval választott egy megfelelően kis pályát, mondjuk az Advanced Warfare-ben olyan mediumtól kicsik vannak pályák, tehát a medium és kis pályák vannak, és ez hozzátartozik ahhoz a kisebbecske pályához. Advanced Warfare is gyakorlatilag egy nagy kör az egész, és egyet tudunk. Ennél a pályánál egy például konkrétan egy aranyszabály van, hogy nem megyünk be oda középre. És Call of Duty történetében nem ez az egyetlen ilyen pálya. Tegyük fel Code 4 Block nevű pályája, tehát most mondtam valamit, tehát középen nem futunk át, vagy Estate, ez a neve, Code 4, Estate nevű pályája, ott is a középső résznél nem nagyon mászkálunk, hanem inkább a széléhez ragaszkodunk, akkor MV2 High Rise nevű pályája, ott se nagyon megyünk, szóval a COD történetében vannak olyan pályák, ahol középen nem szeretünk mászkálni, mert nagyon könnyen le tudunk bukni. És ez egy tipikus olyan pálya, hogy jó pályaválasztás volt Klavi részéről, és nagyon csúnyán kikaptam azzal, hogy rám kényszerítette a játékmenetét. Nem kifizetődő technika, ne igyekezz nem felvenni az ellenfeled játék tempóját, illetve hát abból a szempontból, hogy ne engedd, hogy rákényszerítse az ellenfeled a játék tempóját, és hogy az ellenfeled egy ilyen rusher, ne rásolj, ne rásold túl magad. Ügyelj arra, hogy mikor lépsz hangosat, ügyelj arra, hogy mennyit kell rásolnod, szóval gyakorlatilag taktikai pályaváltást kell csinálnod, nem pedig rásolnod. Aki kodozik, az érti a különbséget a között, hogy taktikai elmozdulás vagy rás. És úgy gondolom, hogy az 1v1 rása abból áll, hogy taktikai elmozdulás, hogy akkor mozdulsz el, amikor szükséges. Ez az 1v1 rás, hogyha erre kijöjjünk. De ha azt a játékot folytatod, ami a pubon szoktál csinálni, hogy rásolsz, mint az őrület, akkor vesztettél. Mindenképp vesztettél. Főleg akkor vesztettél, hogyha a játék az ellenfeled ügyesebb, mint te ezen a szinten, akkor buktad a meccset. Szóval itt én is hülye voltam, mert nagyon engedtem Klavinak, hogy rám kényszerítse a játékát, azt a játékot, amivel tudjuk, hogy jobb. Nem tudom, hogy a további játékok hogy fognak alakulni, mert ezen a ponton csak eddig játszottunk, ezzel a három játékok, Black Ops, Black Ops 2, Advanced Warfare. A későbbiekben lesznek a többi játékok. Lehet, hogy a live gameplayben már azért hosszabb lesz a csönd, mert ugye nem megpróbáljuk nem elárulni a saját technikáinkat, tehát rájöttünk arra, vagy legalábbis én rájöttem, de Klavi is, hogy amint megszólalunk, hogy mit, hogyan csináltunk és miért, azonnal alkalmazkodunk egymás technikájához, és megpróbáljuk azt kivédeni. Úgyhogy egy időben volt ilyen, hogy ilyen masszív csöndben voltunk, tehát Black Ops 2 közben ott már néha azért csöndben voltunk, és igyekeztünk nem elárulni saját magunkat. Ennyi lett volna részemről a nem kifizetődő technika. A következőben jöjjön egy kifizetődő technika, ami a killcam-hoz kapcsolódik. Ja, hogyha tetszett, amit láthattatok, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, maradjatok és nézzétek meg a live gameplayt, mert megint csak tanulságos, és alapvetően fun, mert egymás hülyeségén nevettünk gyakorlatilag, és gyakorlatilag beszélünk arról, hogy mit hibáztunk, hol hibáztunk, és ez alapvetően látható is lesz, és nagyjából kiderül, hogy mit csinálok a pályán, és miért tartottuk meg ezt a gameplayt, és hogy eszembe jutott egyáltalán az, hogy Klavi milyen ügyesen végül is rám kényszerítette a saját stílusát. Nos,
Ennyi lett volna. Élvezzétek a műsor további részét. Sziasztok! Lehet direkt berakít a kedvenc pályáit a kis köcsög. Tudom, kérdeztem, hogy a mit rakjunk. Pályáid, jó? Kérdeztem, tudom, mit jó, rakjunk. Nem kell. Jó, jó, nem kell a szöveg. Én megkérdeztem, mit rakjunk. Ah, mit szeretné? Hát ezt szeretném. Ez is érdekes, ha belegondolsz, hogy egyből mind a ketten beraktunk olyan perkeket, amiket alapból nem használunk. Tehát például igen, ezt a low profile-t, vagy mi ez, ami elveszi a zoom movement-et, azt alapból egyáltalán nem használom, de amikor tudod, hogy olyan ellen játszol, akinél ez számít, akkor egyből berakod. Na, vidd innen azt a szart már megint! Tudom, igen, ja. Úgy tudtam, hogy oda fel fogsz menni. Én meg számítottam rá, hogy lelősz. Hát, az ott a lényeg. Spawn. Hát az sajnos benne van. Csak én hozzád képest nem tudok lőni, te sokkal precízebb vagy már, mint én. Jó, hát ez a gyakorlás. Hát, ja, a gyakorlás. Négy játékkal játszok egyszerre, nem tudok precízen célozni, mint négy. Ja, meg azért azt mondhatnám, hogy én ma játszottam 3 órát sét, tehát abban azért kell célozni. Szóval lehet, hogy bemelegítem, hogy nekem kicsit dobb volt, mint neked. Hopp, hallottam egy movementet valahol. Ahogy ez. Ah, szép. Nagyon szép. Nagyon szép mag. Nem, jó, tényleg a mozgás az jó volt. Most azt, hogy a célzás mi volt, azt nem tudom. Hallol! Oh, na, no, hogy nem tudok lőni már úgy, mint rég. Ez... De most mondjuk tudtam, hogy ezt leszel. Ez bejött volt. Tehát, tudtam, hogy honnan jössz, tehát nem az van. Tehát azért futok arra, mert sejtem, hogy honnan jössz. De... Én megláttam konkrétan. A célzás az hihetetlenül nagyon-nagyon szar. Hát... Mert... Sajnálom. Ez van. Ja. Tehát első lecke légy toppon a célzással, nem? Másképp nem megy. Első lecke, gyakorol sokat lőni. Beakadok, pazd meg! Mi a pöcs? Mi a pöcs? Jó van, jó volt. Tudtam. Olyan napot, hogy vártam. Hogy miért nem halsz, azt miért nem tudod? Hát, valószínűleg azért, mert én vagyok a host, meg a pinget szar hozzám, meg ilyenek, hopp. Ennek a résznek az az a szín, hogy nem kifizetődő technikák. Yeah. Hoppa Flag Jacket! Ah! Hoppa Flag Jacket! Ja, az a szutyok szar drón, bazd meg! Elárul. Jó, akkor jó helyre lőttem, most kijött elő. Ah! Jézusom! Ölgelj már meg! Nem! Ott bujkálsz, Franco. Hát mit csináljak, bazd meg, úgy megdaráltál! Azt sem tudta, hol vagy hirtelen egy pillanatra. Miért halsz az, bazd meg, ez szörnyű, meg kellett volna volna. Jó, kurva sokat mellé lőttem, de... Nagyon sok eltaláltam, hogy... igen, nagyon sok eltaláltam. Ezt megnézzük. Ezt tudod, milyen reflex volt, nem is láttam, hogy ott vagy. Nem is vettem, hogy ott vagy, csak megláttam a testedből egy darabot, és reflex. Nagyon beteg, nagyon beteg. Ez ilyen full reflex volt, sorry. Ez nem...
Nagyon szép fal. User joined your channel. Kifelé, kifelé, kifelé. Most livej léci. User left your channel. A kedvesség. Kifelé, kifelé. Igen, hát most. Ja, igen, egyet. Ja, igen, tudtad, hogy az ablakba leszek, mi? Hát ez mi volt? Hát ez mi volt? Meg voltál még sérülve? Igen, persze, nagyon. Majdnem az elején is eldaráltál. Alig bírtam el menekülni, de nagyon szép volt. Ez az ablak, az nagyon... Nézd meg! Rád, te se halsz! Nehogy azt így, te se halsz! Úristen! Én is nagyon sokat lőttem rád. Nézd! Ah! Tudtam, hogy bemegy a házba! De tudtam! És a lépcső megyegeti! De tudtam, hogy be fogsz menni abba a házba! Szörnyű. Persze, hogy tudtam, de te basztálvál föl! Szép! Igen, ha nem lett volna lépcső, még lehet, hogy legyen! Tud, csak reméltem a becsületes úton jössz, ha izé lépcső, nem volt felmászol! Redben Warfare! Becsületes úton hagyjuk már! User joined your channel. Most lívej légy szív. Kérlek, lívej. Jöttök? Szép. Szia, most kérlek, hagyd itt a szobát. Menj el, szia, köszönjük. Hát ilyet nem érti. Volt egy headshot az első lövéseim között, csak nem adta be. Na, mint megkaptam rád. Oh! Bazd meg! Mi a pöcs? Nem vettél észre, nem vagy szerintem. Nem, balfasz voltam. Aha! 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 Nem halok, nem halok. Nem, nagyon nem. Pedig kiheteltelek. Azt látom, nagyon-nagyon meg is voltam sérülve. Fuck! Tudtam, hogy az ablakba vagy. Még így is. Hát persze, hogy tudtad. Igen, tudom, hogy oda kiraktad magadat. Kirakadba. Aj, ne a kurva szarra! Jó, nem találtam. Megtaláltad a izével? Hát most talált meg majdnem engem. Hol vagy, cica? Én is láttalak, de nem tudom, hol vagy. Akkor jól elbújtam. Inkább lívelem ezt a szobát ott. A célzás. A célzás. Megvan. Ah, de van meg ott a sérülőle! Amúgy majdnem lelőttél, majdnem lelőttél. Tudom, kaptál egy headet is, azt hiszem. Az jó szar spawn lehetett, mert láttam, hogy elhúztál a tetteit. Nem spawnolt, ott már futottam, mint a hülye. Jegyezd meg ennek a résznek a címe, nem kifizetődő technikák. Jó, nem kifizetődő. Tényleg, tényleg. Igen, igen. Csábító, bár nem kifizetődő. Na, hol vagy? Hova tűntél? Azt tudom, hogy te neked honnan jött a hangod.
És még egy... tudod milyen greedy voltam? El akartalak stompolni, vágod az izével, tudod, a exo faszom mi a halállal. Körülbelül egy centire mögötted érkeztem. Jó volt, szép volt. Hallod, leérkeztem ott mögött, és bementél az ajtón, bazd, és nem talált el az a szar. Majd megnézzük, izé. Szép.